Az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre. Jelenleg az ígért 1000 tonna ukrajnai segélyszállítmány 5 nél tartanak, így a jövőben is folyamatosan érkezik a segítség Magyarországról, mondta a külgazdaság és külügyminisztérium tájékoztatásáért és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkára. Mencer Tamás kifejtette, az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben állítunk Összes össze Pénteken 5 kamionnal mentünk át a határon, ez 70 tonnányi mennyiség volt 200 millió forint értékben. A szállítmányban volt több mint 50 tonna tartós élelmiszer, 8 tonna tisztálkodási eszköz, 2 tonna babápolási termék, továbbá egészségügyi eszközök. a Tamás közölte, mi fel vagyunk készülve mindenre, arra is, hogyha jelentősen megnő a hozzánk érkezők száma. A kormány a karitatív szervezetekkel közösen ellátja az érkezőket, hangsúlyozta. Magyarországon senki nem marad ellátatlanul.